A gangster fogalma a szervezett bűnözéstől a legendás maffia vezérekig lassan beszivárgott a világ köztudatába. Viselt dolgaik és trükkjeik a különböző médiumok népszerű motívumai lettek. Tudjuk, hogy tetteik erkölcstelenek, sőt törvénybe ütközőek. A közönséget azonban ennek ellenére elbűvölik. Számtalan irodalmi munka, műalkotás, mozifilm, tévésorozat és zenemű is készült róluk. De miért is csodálják az emberek a mafiózókat? Erre több válasz is létezik, de ezúttal annak a férfinak az életébe fogunk betekintést nyerni, aki először jelenítette meg a klasszikus gangster karakterét a nyilvánosság előtt, kiérdemelve helyét a világ legismertebb bűnözői között. 1925-ben járunk. A jazz dallamai töltik be Chicago füstös kocsmáit, ahol flapperek táncolnak, míg öltönyös férfiak halvány lámpák sejtelmes fénye alatt üzletelnek. Ez a szesztilalom időszaka, amikor az illegális alkoholkereskedelem kiskirályokká tette a gengsztereket. Ennek a törvényen kívüli birodalomnak középpontjában áll egy alak, akinek neve hallatán a hatóságok és a rivális bandák is összerezzennek. Al Capone. Al Capone, Alphonse Gabriel Capone néven látta meg a napvilágot 1899-ben Brooklynban, New Yorkban. Szülei olasz bevándorlók voltak, akik a család és a hűség fontosságát nevelték belé. Édesapja, Gabriele, szorgalmas borbé volt. Édesanyja, Teresa, 9 gyermeküket nevelte egy zsúfolt brooklyni bérházban. A Capone család számára küzdelmes volt az élet, minden tagjának ki kellett vennie a részét a pénzkeresésből. A megpróbáltatások ellenére Caponéik szigorúan követték az olasz hagyományokat és katolikus hitüket, valamint erős volt a családhoz való hűségük, amely később Al bűnbirodalmát is formálta. Bár a fiatal Al éles elméjéről és sármjáról volt ismert, mégis lázadó természetű és heves vérmérsékletű volt, ami miatt gyakran bajba került. Szoros kötelékek fűzték őt testvéreihez, különösen bátyjához, Vincenzohoz, akiből később rendőr lett, ez szöges ellentéte Al bűnözői karrierjének. A Harvard Inn volt az éjszakai élettől pezsgő helyszín Coney Islanden, amely örökre megváltoztatta Al Capone életét. Ezen a helyen az összekoccanó poharak és nagy nevetések közepette a fiatal és pimasz Capone végzetes hibát követett el. Figyelmetlenül megsértett egy nőt, mire annak testvére Frank Galluccio, aki a helyi erőszakos rossz fiú volt, haragra gerjedt. A kialakult dulakodás során Galluccio kése 3 mélyvágást ejtett Capone arcán. Ezek a sebhelyek örök mementók maradtak, amelyek lobbanékony természetére emlékeztették, és meghatározó vonásaivá váltak. A támadás után Capone igyekezett elbagatelizálni az ügyet, úgy állítva be, hogy a hegek az első világháború ütközetéből származnak. Ennek ellenére az igazság hamar kiderült, és ráragadt a sebhelyes arcú becenév. Capone, aki mindig is életre való volt, rájött, hogy a hegek akár előnyére is válhatnak. Elkezdte kialakítani a legyőzhetetlen és könyörtelen személyiség imázsát, és arcának kinézetét hatalmas szimbólumaként és ellenségei elrettentésére használta fel. Ez a jól kitervelt lépés a sebhelyeivel mesteri volt, ami megerősítette hírnevét, mint a chicagói alvilág rettegett alakja. Meglepő, de Capone sosem akart bosszút állni Galluccion. Ehelyett állítólag felajánlotta neki, hogy legyen a testőre, amelyért igen busás fizetés járt. ...1919-ben Capone mentora Johnny Torrio visszautasíthatatlan ajánlatot tett a fiatal gangsternek. Egy esélyt arra, hogy befolyást szerezzen Chicagóban, abban a városban, amely tele volt törvénytelen lehetőségekkel. Torrio, aki ravas stratéga volt és tájékozott a szervezetbűnözés zavaros világában, meglátta Caponéban a kegyetlenségre és a hűségre való hajlamot. Caponét értékes eszköznek tekintette, aki képes feljebb kerülni a ranglétrán és az ő megbízható végrehajtójává válni. Amikor megérkezett a szeles városba, ahogy akkoriban Chicagót nevezték, Capone hamar bizonyosságot tett üzleti érzékéről és arról, hogy nem válogat az eszközökben. Mestere volt a manipulációnak, jótékony üzletemberként mutatkozva a nyilvánosság előtt, miközben könyörtelenül tette el lábalól ellenfeleit. Torrio és Capone együttes erővel alapozták meg hatalmukat, és megalapították a Chicago Outfitet, a legbefolyásosabb bűnszervezetet a városban. Az 1920-ban bevezetett, egész nemzetre kiterjedő szesztilalomnak volt köszönhető Capone és az Outfit felemelkedése, ami elképesztő vagyonhoz és hatalomhoz juttatta őket. Ők irányították a jövedelmező szeszkereskedelmet, ezzel oltva az egész város illegális alkohol iránti mérhetetlen szomját.
Birodalmuk a szerencsejáték barlangokra is kiterjedt, ahol jöttek és mentek a nyeremények, valamint a bordélyházakra, ahol kínálták és árulták az örömöket. Capone ambíciója nem ismert határokat. Politikusokat, bírókat és rendőrtiszteket vesztegetett meg, ezzel biztosítva, hogy üzlete zavartalanul menjen tovább és vetélytársait távol tartsa. Fényűző életvitele legendássá vált, egyedi készítésű öltönyei, gyémántberakásos órái és luxusautói révén. Capone nem csupán egy gangster volt, hanem egy híresség, a 20-as évek túlzó élvezeteinek szimbóluma. Az 1920-as évek végére Al Capone hatalma csúcsára ért, ezzel Chicago alvilágának de facto ura lett, és országszerte ismerté vált. Befolyása elért a város politikai és bűnüldözési intézményeibe, lehetővé tette, hogy szinte büntetlenül tevékenykedhessen. A Capone név egyet jelentett a szervezett bűnözéssel, és a legenda tovább nőtt minden egyes erőszakos cselekménnyel, valahányszor meglépett az igazságszolgáltatás elől. Ő lett az amerikai gangster megtestesítője, egy olyan figura, akit egyszerre féltek és csodáltak merészsége és ravassága miatt. Ebben az az ironikus, hogy éppen az a törvény, amely az alkoholfogyasztás visszaszorítását célozta meg, teremtette meg a tökéletes feltételeket a virágzó szervezett bűnözéshez. Hasonlóan a drogellenes háborúhoz, amely csak úgy, mint a szesztilalom, néha többet árt, mint amennyit használ. Ahogy a mondás tartja, amikor bűncselekménynek nyilvánítasz valamit, azzal csak a bűnözőknek kedvezel. Capone kíméletlen uralma Chicago alvilága fölött persze nem volt vérontástól mentes. A város valóságos csatatérré vált, miközben a rivális bandák a jövedelmező csempészet apró morzsáiért folytattak könyörtelen háborút. Lövedékek süvítettek az utcákon, bombák robbantak, a holttestek száma egyre nőtt, a terror és a vérontás nyomait hagyva maguk után. Ez az erőszak 1929. február 14-én tetőzött, így vált a Szent Bálint napi mészárlás néven hírhetté. Egy részletesen megszervezett összeesküvés keretében Capone emberei, rendőröknek álszázva magukat, a rivális Northside banda 7 tagját csalták be egy garázsba Chicago északi részén. Ezután következett a golyózápor, amely az áldozatokra zúdult és az egész nemzetet sokkolta. Bár Capone-t hivatalosan sosem gyanúsították meg, a vérengzés, amely valóságos sok hullámként söpört végig az országon, csak megerősítette a hírét, mint hidegvérű, könyörtelen gyilkos. Az akció merészsége és annak brutalitása még a legnagyobb nehéz fiúkat is megdöbbentette. A számtalan bűncselekmény ellenére Capone továbbra sem került a bűnüldözés látókörébe. Nagy műgonddal tüntette el a nyomokat, hogy biztosra menjen, semmilyen bizonyíték nem kötheti őt össze közvetlenül az erőszakkal és a korrupcióval. Azonban a kormány más módszert talált ki arra, hogy törbe csalják. ...1931-ben Capone szerencséje megfordult. Elliot Ness, egy fiatal és idealista szesztilalmi ügynök, lefizethetetlen rendőrökből álló csapatot szervezett meg, amely érinthetetlenek néven vált ismerté. Ness és csapata célja volt Capone birodalmának megdöntése, különös tekintettel az outfit csempész tevékenységére. Kíméletlenül rajtaütöttek a szeszfőzdéken, bárokon és más illegális létesítményeken. Míg erőfeszítéseik megzavarták Capone pénzforgalmát és rontottak közéleti megítélésén, az érinthetetlenek leglényegesebb munkája másra összpontosult. Együttműködve az adóügyi minisztérium csoportjával, az érinthetetlenek rendkívül fontos információkat nyújtottak, amelyek segítettek megalapozni az adócsalás vádját Capone ellen. Ez a valószínűtlen szál, amely a pénzügyi jelentésekre támaszkodott, a vér és az erőszak helyett, Capone gyenge pontjának bizonyult. A körültekintő nyomozás, amelyet az IRS ügynöke Frank Wilson vezetett, rejtett bankszámlák, be nem jelentett bevételek hálózatát derítette fel, amely az adótörvényeket súlyosan kijátszotta és semmibe vette. A sors fintora, hogy a férfi, aki számos merényletet megúszott és hosszú éveken keresztül meg tudott lógni az igazságszolgáltatás elől, végül egy triviálisnak mondható bűncselekmény miatt állt bíróság elé, adócsalás miatt. 1931-ben Capone-t elítélték és 11 év szövetségi börtönbüntetést szabtak ki rá. Először az Atlanta büntetésvégrehajtási intézetbe vitték, de később átszállították a híres hírhet Alcatraz szigetre, ahol egykoron fényes birodalma összeomlott. Az Alcatraz rácsai mögött Capone egészsége, melyet évek óta kezeletlen szifilis kínzott, hirtelen leromlott. A betegség a testét és a lelkét sem kímélte, és hamarosan csak árnyéka lett egykori önmagának.
Amikor 1939-ben kiszabadult, még csak nem is emlékeztetett az egykor hatalmas mafiózóra. A valaha magabiztos és feltűnő Capone, aki félelmet és tiszteletet keltett mindenkiben, ekkora megtört ember lett, akinek az elméjét a demencia ködösítette el. Floridai otthonába vonult vissza, ott töltötte hátralévő éveit, éles kontrasztban azzal a fényes és veszélyekkel teli élettel, amelyet azelőtt élt. Al Capone nem pusztán egy zseniális bűnöző volt, hanem egy marketing guru is. Megértette a közvélemény és az imázs erejét, ezzel olyan személyiséget formálva, amely már-már elmossa a kíméletlen mafiózó és a karizmatikus híresség közötti vonalat. Capone tökéletes öltönyeivel, megnyerő mosolyával és filantróp gesztusaival elbűvölte a médiát és a nyilvánosságot egyaránt. Politikusokkal vacsorázott együtt, híres személyek vállát veregette meg, és még egy leveseket felszolgáló konyhát is nyitott a gazdasági világválság idején, nem kevés, mégis egészséges önreklámozással. Bizonyos értelemben Capone igazi influencer volt, nagy gonddal ápolva azt a képet, amellyel megnyerte a tömegeket. A gangsterből romantizált alakot csinált, egyfajta modern Robin Hoodot, aki megszegte a törvényt és a saját szabályai szerint élt. Ez a fajta gangster romantika beívódott az általános kultúrába, kialakítva azt a képet, ami ennek a mai napig látjuk a szervezett bűnözést. A stílusosan öltözött maffia főnök, a hűséges csapat, a bárok félhomályában tartott találkozók, ezek mind olyan képek, amelyek beépültek a kulturális tudatunkba. A keresztapától a maffiózókig a gangster mintaképét számtalanszor újra gondolták, és minden egyes újraértelmezés ugyanarra a Capone és társai által letett alapokra épült. Az átlag ember nem tud ellenállni a törvényen kívüli hősnek, aki a társadalom szabályain kívül munkálkodik. Ennek ellenére fontos megjegyezni, hogy ez a fajta romantizálás gyakran eltakarja a szervezett bűnözés durva valóságát. A finomszabású öltönyök és szellemes beszédek mögött ott húzódik egy másik világ, tele erőszakkal, korrupcióval és kizsákmányolással. Capone rengeteg brutális eseményért volt személyesen felelős, merényleteket rendelt meg riválisai ellen, és megszervezte a hírhet Szent Bálint napi vérengzést. A vért, amely a kezéhez tapadt, nem lehetett lemosni vonzó személyisége által. Talán egyik országot sem nyűgözte le annyira ez a kulturális trend, mint az Egyesült Államokat. A filmvászontól kezdve a ponyvaregényekig az amerikaiak a gengszterek megszállottjai lettek. A jól öltözött maffia vezér körülötte hűséges embereivel és a sejtelmes félhomályba burkolózó bárokban létrejött találkozók, ezek mind beleégtek kulturális életképünkbe. A keresztapa, a nagymenők, a maffiózók, ezek az ikonikus munkák megalapozták a tipikus gangster képének, az antihősnek egy olyan alakját, akit félelem és tisztelet vesz körül, annak merész és ravasz stílusával. Al Capone hatása a kultúrára vitathatatlan. Neve, imázsa és karaktere hihetetlenül beépült a kollektív tudatba, a számtalan filmen, tévésorozaton és zenén keresztül. A 30-as évek klasszikus gangster filmjeitől, ahol gyakran karizmatikus, de könyörtelen alakként jelenik meg, napjaink kasszasikereig, mint a Keresztapa, a sepphelyes arcú, az Aki legyőzte Al Capone-t és olyan sorozatokig, mint a Boardwalk Empire, Capone legendája folyamatosan újraformálódott és újraértelmeződött. Még a hip-hop műfajában is olyan előadók, mint Jay-Z és Nas utaltak Capone-ra dalszövegeikben, ezzel is állandósítva őt a hatalom és a lázadás szimbólumaként. Hatása a szórakoztatóiparon is túlnyúlik, mivel legendás fedora kalapja és hajszálcsíkos öltönye azonnal felismerhető jelképe a maffiózó esztétikájának. Capone hagyatéka tovább él a megszámlálhatatlan bárban és étteremben, amelyet róla neveztek el, amely véglegesíti helyét a popkultúrában. Milyen furcsa paradoxon is ez. Elítéljük tetteiket, mégsem tudunk ellenállni a vonzerejüknek. Lehet, hogy a gengszterek iránti bűvelet abból fakad, hogy mi magunk is vágyunk a hatalomra, és vezetői akarunk lenni egy olyan világnak, amely gyakorta kaotikus és kiszámíthatatlan. Vagy csak egyszerűen az izgalom miatt van ez, hiszen érdekfeszítő és olykor veszélyes életet akarunk élni, persze csak a nappalink kényelméből. Bármi is legyen az oka ennek, a maffiózó archetípusa továbbra is fura és tartós vonzerővel bír, amely bizonyítéka a befolyásos hatalomnak és legendáknak. Kíváncsian tekintve azokra, akik a határvonalokon túl is mernek élni. Al Capone hagyatéka többet jelent, mint egy kegyetlen maffiózó uralma. Önkéntelenül is kulturális nagykövet lett, aki meghatározza a szervezett bűnözésről alkotott képünket.
A gangster romantizált imázsa, amelynek alapja Capone gondosan megalkotott személyisége, mélyen beívódott a népi kultuszba, lenyűgözve a nagy közönséget szerte a világon. A mozivászontól a legkeresettebb regényekig a maffiózó képe a szórakoztatóipar meghatározó elemévé vált. Elvarázsolnak minket a történetek a hatalomról, a lojalitásról és a hatóságok elleni lázadásról, gyakran figyelmen kívül hagyva azt a temérdek korrupciót és erőszakosságot, amely szintén létük nélkülözhetetlen eleme. Capone személyes vonzereje, ravassága és letagadhatatlan sámja elképesztően sok kitalált karakter alapjául szolgált, ezzel még jobban beleégetve a klasszikus gangster képét kollektív tudatunkba. Ez a maffiózó imádat azonban nem veszélytelen. Azzal, hogy dicsérjük a szervezett bűnözést, egyúttal könnyen elterelődik a figyelmünk annak romboló hatásáról. Elfeledjük a számtalan kioltott életet, a szétszakadt családokat és az erőszak, valamint a korrupció által tönkretett közösségeket. Ha túlságosan idolizáljuk a maffiózó típust, az gyakran elfedi életük durva valóságát, melyet a törvényen kívül éltek, azt az életet, ahol a hűség gyakran magas árat követelt tőlük, és az árulás ott leselkedett minden sarkon. Al Capone története egyben mementóként is szolgál arra, hogy a hatalom, a vagyon és a befolyás vonzereje milyen veszélyekkel jár. Hova vezetnek az önkontroll nélküli ambíciók? Míg továbbra is csodáljuk a gengszterek álomképét, nélkülözhetetlen, hogy emlékezzünk tetteik valódi árára és társadalomra gyakorolt pusztító hatására. Végül is a maffiózó hagyatéka nem csak csillogás és dicsőség, hanem erőszak, korrupció és rombolás. Al Capone sebb helyei idővel elhalványultak, azonban az általa okozott sebek, amelyeket az amerikai társadalmon ejtett, örökre megmaradnak. Neked mi a véleményed a történelem egyik legnagyobb nehéz fiújáról?